Április 6-án este 6 órától a Római Katolikus templomban lépett fel a Debreceni Református Kollégium kántusa. Az 1739-ben alapított kórust Berkesi Sándor Liszt Ferenc díjas karnagy vezényelte. A kántus első alkalommal lépett fel a hajdúszoboszlói Római Katolikus templomban. Egyházi, valamint világi műveket adott elő a kántus a hajdúszoboszlói Római Katolikus templomban. A kórustagok a Debreceni Református Kollégium hagyományos öltözetét, a tógát viselték. Már akkor is ez volt a kollégiumi diákok egyenruhája, amikor Maróti György 1739-ben megalapította az énekkart. A kántus a kezdeti fiú vegyeskari, majd hosszú férfikari időszak után 1954 óta vegyeskarként működik. A kórust közel fél évszázada Berkesi Sándor Liszt Ferenc díjas karnagy vezeti, aki a közelmúltban vehette át a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést. Amikor átvettem, akkor magas volt a létszám, nem egyszer túlszaladtunk még a 100-on is. De hát ugye a minőség vagy a művek nehézségi fokával még azért eleinte nem mertem nagyon merésznek lenni, viszont ugye a 80-as évekre érzem úgy, hogy az én időm alatt, ez 46 esztendő, a kántus eljutott a csúcsra. Akkor Amerikába mentünk, NSK-ba azon az őszön, Hollandiának volt az első út, Hollandia felé indultunk el. Hát aztán utána egy darabig úgy tartottuk a szintet, és hát újabb időkben viszont úgy kicsit lecsappantunk, úgyhogy most már olyan 20-30-40, ha utazni kell, a létszámunk, és hát most már a művek nehézségi foka sem lehet olyan szintű, mint ami 80-as években volt. Berkesi Sándor elmondta, hogy a kántus egyházi és világi műsora lehetővé teszi, hogy a magyar kórus mozgalom versenyein, különböző minősítésein, ünnepi koncertjein részt vehessen. Emellett több nemzetközi versenyen értek el kiemelkedő helyezést. Furcsa látlelete a diktatúra idejének, hogy előbb repültük át az óceánt Amerika felé, mint hogy átjussunk Nagyváradra, Beregszászra, Kassára. Álmunkba se jöhetett akkor még elő. Most már meglátogathatjuk őket is, és hát nagy örömmel. Most nem is olyan régen Beregszászon voltunk a II. Rákóczi Ferenc magyar főiskola vendégeiként egy ottani kórus találkozó. A kántus tagjai között hajdúszoboszlói fiatalok is énekelnek. Vitéz Péter testvéreivel együtt hetente kétszer utazik Debrecenbe a kórus próbáira. Egyetlen egy oka van, talán kettő. Tanár úr barátságán említeném talán első körben. A második pedig az, hogy az embernek én úgy veszem észre, hogy a mostani nehéz világban kapaszkodókat kell találni. Tehát meg kell találni azokat a lehetőségeket, ahol egy kicsit kikapcsol, feltöltődik. És számomra a kántus az ilyen. Tehát számomra a kántus az nagyon nagy megkönnyebbülés, egy kicsit kiszakadni a hétköznapi nehézségekből. Gyakorlatilag ezért járok a kántusba, ezért vagyok tisztségviselő a kántuson belül. Ez az oka így, hogy idősebb fejjel fiatalok között éneklek. A több mint egy órás koncert végén a kántus a Református Kollégium jelmondatára, az Orando et Laborando, azaz imádkozzál és dolgozzál kifejezés dallamára vonult ki a templomból.